A költségvetés Székesfehérvár egyik legfontosabb rendelete, mely alapjaiban határozza meg a város működését és fejlődési irányait. Az előkészítés során valamennyi önkormányzati fenntartású intézménnyel és a szakszervezetek képviselőivel is egyeztettek. A tervezetet január 28-án, azaz jövő pénteken tárgyalja a város közgyűlése. Bóka Viktor címzetes főjegyző a költségvetési főösszeg nagyságát emelte ki a tervezettel kapcsolatban. Székesfehérvár fennállása óta először átlépte a 100 milliárdos költségvetési főösszeget. Erre még nem volt példa korábban, ami mindenképpen egy olyan mérföldkő, ami mellett meg kell állni egy pillanatra. Tudjuk, hogy nem feltétlenül a költségvetési főösszeg az, ami a rendelet tervezet összetételét meghatározza, de ez mindenképpen egy olyan szám, ami kiemelésre és megsüvegelésre érdemes. A költségvetés főösszege egy minden bevételt egyben mutató szám. Ez idén mintegy 106,5 milliárd forint. Szükségszerűen a kiadási főösszeg oldalán is ugyanez az érték szerepel, amely működési és fejlesztési célokat szolgál. Cserpalkovics András emlékeztetett arra, hogy 2021-ben a járványhelyzet miatt a közgyűlés nem ülhetett össze, így városvezetőként egy személyben kellett döntenie a költségvetés elfogadásáról, azonban idén ismét visszaáll a megszokott rend. Alapvetően nagyon stabil és nagyon biztonságos költségvetés az, amit most a testület elé beterjeszthettük. Hitelfelvétele továbbra sem kell terveznünk, viszont összességében több mint 6 milliárd forint tartalékot képzünk a következő időszakra. Azt hiszem, hogy ez nagyon jelentős. Az elmúlt évek viszont bebizonyították, hogy erre szükség is van, hiszen sokszor történhet olyan váratlan esemény, amiről nem tudunk. Fontos, hogy legyen mihez nyúlnia a városnak, ilyen tartalékot tudunk biztosítani. Cserpalkovics András emellett külön jó hírnek nevezte, hogy több mint 1,3 milliárd forinttal javul az állam és az önkormányzatok közötti elszámolás, tehát ennyivel jut több pénz a magyar költségvetésből Székesfehérvár önkormányzatának.